A reggeli start hosszú története 2010. október 18-án kezdődött. Most felidézzük a kezdet kezdetét. Az első adás első megszólalása következik. A stúdióban Szombati Pál. Jó reggelt egy vadonatúj műsor premierjét látják. Nos igen, ez itt a reggeli start, Magyarország első reggeli információs és szórakoztató sportműsora. Mire számíthatnak tőlünk minden hétköznap? Először is érdekességekre és fontos szereplőkre a sport, a sportpolitika, a sportújságírás világából, információkra és újdonságokra a legavatottabb személyektől. De nem leszünk szakbarbárok, mert teret kap itt mindenki, akinek a sporthoz van kötődése, aki felelősséget vállal érte a kultúra, az üzleti élet, az oktatás, a tudomány, vagy akár a szórakoztatóipar világából. Vagyis megkapják tőlünk azokat is, akiket az úgynevezett celebb világból ismernek, de nem tudják még róluk, hogy mennyire megszállottjai egy-egy ügynek vagy sportágnak. Ennyi bevezetőképpen, talán elég is, számítunk az önök figyelmére és segítségére. És akkor elérkeztünk az utolsó beszélgetéshez, a reggelistát utolsó interjúja következik. Egy olyas valakivel, aki tíz éven átült itt ebben a székben, és a frappáns beköszönése után napról napra képes volt megújulni. Nem véletlenül szívesen jöttek hozzá a beszélgető partnerek. Természetesen szombati pállal zárjuk a reggelistát több mint egy évtizedes történetét. Szia, Pali! Jó Szia! Milyen érzésekkel jött téma? Hát, Tudom, nem ez nem egy nem 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 ilyen. Igen, de, kérdés, de, hát, de hú, igen. Igen. Hát most jogos. Hát nagyon furcsa, mert, mert próbálom mindig a dolgokat onnan nézni, ami, hogy a, valami, a, jó, a, jó, részét megragadni, és igazából azon gondolkodtam így az elmúlt órákban is, szembesülve azzal, amit persze már tudunk egy ideje, de mégiscsak azért most a, a maga időben is ugye a fizikai valójában most így lesújt ránk, hogy vége is ennyi volt, de én próbálom mindig onnan nézni, hogy azért az elképesztő, hogy 12 év, és hogyha végignézek a, a magyar médián, meg a magyar sajtópiacon, akkor azért a, eleve a technológia is változik, meg a, meg a piac is rengeteget változott, műsorok, televíziók, újságok szűnnek meg folyamatosan. Tök érdekes hetem van, ugye voltam a magyar hírlapnál, azóta az, az almamáterem, meg voltam főszerkesztő és ott, tehát ott eljutottam a, a kicsiből a, a nagyba, és pont tegnap szűnt meg a print verziója, tehát hogy nagyon nagyok a változások, és ehhez képest most 12 év után ülünk, ott, ülünk itt, és hát szóval ez, 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 ez egy ritka teljesítmény azt gondolom ettől az egész társaságtól, a Digi Sporttól. Igen, ugye nagyon sokan próbálkoztak reggeli sportműsorral, meg próbálkoznak azóta, azóta is, meg talán előtte is egy kicsit. Mi az, amitől szerinted ez, pont ez tudott több mint egy évtizedet megélni? Hát, nem tudom, meg most, most az öndicséret az büdös. Én azt hiszem, hogy volt egy jó pillanat. Én nekem például az életemben azért volt érdekes inspiráció, mert én nem vagyok sportújságíró, és az volt az első pillanat, amikor elkezdtem újságíróként sporttal foglalkozni. Mindig is szerencsém volt, hogy sportbolond voltam, és gyerekkoromtól kezdve a faltam az információkat is a sportról, meg előtte, és amikor mondjuk közéleti területen dolgoztam, közéleti TV magazint szerkesztettem, vagy, vagy napilapot, akkor is nagyon érdekelte a sport része, de, de tevőlegesen én nem vagyok sportújságíró. És akkor 2010-ben ez egy nagyon érdekes inspirú, inspirációként és ambícióként jött számomra, ami ugye megduplázta az, az, azt hiszem az energiáimat, meg a kíváncsiságomat. Ez az én részem volt. A másik az, hogy, hogy azt szoktuk mondani, én nem tudok más mondani arra, persze most biztos nagyon sokat dolgoztunk, meg szerencsénk is volt. Tehát ott, a, ott 2010 őszén, meg az utána következő néhány évben, és ez nem csak erre a műsorra igaz, hanem szerintem erre az egész vállalkozásra, a digisportra, ott valahogy szerencsés volt egy zöldmezős beruházás, nagyon jó emberanyag, nagyon érdekes emberek, nagyon lelkes emberek gyűltek össze. Emlékszem, talán Székely Feri volt az, aki először adta ezt az ötletet, hogy legyen, egy, ha igazi televíziót akarunk csinálni, akkor annak meg vannak a, a fontos fundamentumai, tehát kell lenni reggeli műsorának, kell lenni hírműsorának, tehát közte lehet persze mindenféle magazin műsor, meg egy közvetítések, tehát épüljön fel egy valódi tévécsatorna, és, és az, hogy, hogy sport, sport alapú reggeli műsor Csinálni, miközben azért alapvetően közéleti reggeli műsorokat, meg bulvárt, tehát ilyen típusú reggeli műsorokat ismertünk. Hát az, az, így voltak az emberben kérdőjelek, és, de hát nagyon izgalmas volt ugyanakkor is, arra is emlékszem, hogy hogy mennyien legyingettek, én is akkor előtte mondjuk az azt megelőző években egy, egy ilyen esti Bacsorázó közéleti vitaműsort vezettem, nagy, elég nagy nézettséggel, és akkor utána, amikor, amikor, idejöttem, akkor sokan mondták, jaj, most mennyien fogják nézni, és mondjuk én, engem például sose érdekeltek ezek a szempontok, tehát én szerintem, hogyha egy ember nézi, akkor pontosan ugyanolyan minőséget kell az embernek produkálni, mint hogyha két millió. Tehát ez nem ezen múlik, mert egyrészt magad miatt csinálod, másrészt meg, meg ha egy néződ van, akkor azt tiszteled meg, azzal, hogy a maximumot kihozod magadból. És ezt valahogy ezt a fajta men Mentalitás, meg, meg azt, hogy először olyan kicsit lesajnáltak voltunk szerintem mindannyian a, a piacon, hogy jaj, mi lesz ebből, meg hol lehet fogni, meg mit tudom én. Ebből szerintem olyan, olyan jó dac is, meg, meg energia, meg lelkesedés volt mindenkibe. És én például azt gondoltam a, a kollégáimmal nagyon hamar, hogy hogy, egy, hogy, hogy, a világ változik, és most már nem csak, hogy arra kell gyúrni azt, hogy ez egy, mondjuk ez egy, egy jó műsor legyen, meg, egy, meg megálljon a, a, talpán, és akár hosszú élete legyen, tehát nem, nem azzal kell foglalkozni, hogy azt nézegetni, nem is volt ilyen nyomás rajtunk egyébként, hogy hú, tegnap 11 ezeren nézték, ma 8 ezeren, holnap 22 ezeren. Ez nem a... nyilván a, vendégektől is függ. Azért nem a real elsősorban... nézettség a fontos, én azt gondolom már régóta, hanem az volt a fontos, hogy mi nagyon sok energiát fordítottunk arra, hogy ugye ott az online felületen egymás után szétszedve a beszélgetések ott legyenek, el lehessen, meg lehessen nézni, mert ma már ilyen azért a televíziózás, hogy a telefonodról megnézed délelőtt, megnézed délután, amikor éppen ráérsz, akkor idővel az, hogy, hogy hangba is lehessen, mondjuk amikor mész a, 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 az autóddal, akkor, akkor mintha rádióznál, hallgathassat közben a beszélgetéseket. Tehát hogy erre kell fordítani a legtöbb energiát, illetve ami nagyon fontos, az a, referencia, hogy, hogy, hogyan válsz referencia pontá, ami meg nyilván azt jelenti, hogy, hogy milyen vendégeid vannak, milyen minőségben, és mennyire vagy, vagy informatív és érdekes. És ebbe például rengeteg olyan energiát kellett fektetni, hogy elkezdtük Eszterékkel, és hát nagyon az embernek a háta közepére kívánkozott, de híreket írni. Tehát a beszélgetéseinkből megírni a híreket, mert ezer éve vagyok magyar újságíró, tudom, hogy a szakma nagy része rohadt lusta, és hogy ki kell szolgálni. Tehát, hogy egyszerűen, amikor elkezdtük szétszórni a, azt, hogy mi volt a műsorba, akkor úgy elfogadták, és akkor egy idő után ez átfordult, mert elkezdtek érdeklődni, akár a sport sajtóból is, vagy sokszor olyan beszélgetésekre is törekedtünk, ami, ami, ami nem feltétlenül csak sport, hiszen végül is az volt az alapelvünk, meg, meg azt mondtuk, hogy sport alapú, de a sport az mindenkinek köze van, tehát a, 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 az írótól kezdve a, a karmesterig, mert valamilyen csapatnak szurkol, vagy valamit csinál szabadidejében, vagy valamilyen mozgásforma érdekli, vagy a gyereke, vagy az unokája, és mindenkit ide lehet vonzani ilyen módon, tehát hogy hogy egy ilyen közös kommunikációval és közös élménye lehet tenni a sportot, tehát hogy ezért van ennek létjogosultsága, és tehát azt láttuk, hogy egy idő után elkezdik, elkezdik hivatkozni, és elkezdenek érdeklődni, hú, mi lesz másnap reggel nálatok, érdemesen nézni, mi, mi várható, lesz-e ott valami információ, és akkor onnantól kezdve meg már az, amikor néhány év után azt látta az ember, hogy beütöd valamilyen sportoló nevét, és akkor tudod, az interneten jön ki, hogy ugye ezt a hátteret látod a, a, a képeken, amit a és ez nagyon gyakori. És akkor már azt éreztetted, hogy igen, ez, 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 ez megragadt, ez, ez, ez megtapadt, és ebbe ez a fajta gondolkodás, vagy ez a fajta koncepció, ez, ez, bevált, mert, mert ez ebben az egész sportvilág, majd azt gondolom, hogy az egész magyar televíziózásba egy olyan, ö, olyan márka lett, amit, amit azért már nagyon sokan ismernek. Mit gondolsz, a folytatásban szerinted van egy hasonló típusú műsornak még létjogosultsága, vagy azért most már átalakult úgy a, a, a piac, hogy, hogy egy ilyen, mondjuk egy mostani indítással már nem állná meg a helyét? Nem tudom, szerintem simán megállhatná helyét. Én általában azt szoktam mondani, hogy szerintem a, ja, nincs, hogy a mit igényelnek a nézők, az igényeket keltjük. Tehát, hogyha egy kellően elkötelezett csapat ö, valahol összejön, és, és az ötlet működőképes és kitartó, és rengeteg munkát belerak, és ezt megmarad szerintem a kíváncsiság, meg a derű, akkor, akkor miért ne? Tehát végül is egy olyan, tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon általában is sporton, sporton kívül is gyakran mondják a közéletbe, a politikába is nagyon nagy hiány van olyan típusú műsorokból, fórumokból, ahol sokféle indítatású ember tud egymással találkozni, beszélgetni, egyáltalán megjelenni egymás mellett, vagy egymás után ugyanabban a, a közegben. Hogyha valami ilyenre szállod el magad, és ilyen értem szerintem ez a reggeli start is ilyen volt, mert, mert sose érezhettük azt meg senki, hogy mondjuk így akár világnézeti szempontból is, hogy hát ez valahova tartozik, hanem általában szerintem azt gondolták róla a nézők, hogy hát oda tartozik, hogy van benne egy érdeklődés, meg elkötelezettség a, a sport világa iránt. Meg egy ez volt a törek... kulcsa, bocsánat, ez volt a kulcsa annak, hogy, hogy ide szívesen jöttek? Mert most amióta műsorvezetőként ezt én is megtapasztalom, nekem az az érzésem, hogy ide nagyon szívesen jöttek a, a vendégek. Hát én is úgy éreztem általában, és ez, ez biztos, én azt hiszem, hogy oda mennek szívesen a vendégek ahol, a, ahol, ahol, profi felkészültség várja őket, és ezt a, ezt a műsort, ezt, ezt, úgy csináltuk, és az egész közösség úgy működött, hogy én általában gyakran hallottam azt a vendégektől, hogy ide hozzátok azért jól jönni, mert amikor belépek az ajtón, akkor már onnantól kezdve egy, egy profi közegbe kerülök, odafigyelnek rám a, a a, a sminktől kezdve a, a kávém, az, hogy, hogy mikor jövök, az, hogy. Tehát, hogy, hogy rögtön, rögtön otthon érzem magam, úgymond az előszobában is, amíg be nem jutok ide a, a, a stúdióba. És azt gondolom, hogy a másik a felkészültség. Tehát, hogyha ha, az, ha az ember riporter és kérdez másokat, akkor akkor szerintem a másik ember iránti tisztelet jegyében fel kell készülnie. És hogyha ezt a fajta érdeklődést, kíváncsiságot, meg tiszteletet megérzik az interjú alanyok, akkor szerintem szívesen jönnek. Neked ez mennyire csináltad szívesen ezt a részét? Mert nyilván ugye az, amikor ide beülünk reggel, egy órára, másfél órára te még annak idején, az a Majdhogy nem, az már a kellemes része a, a dolognak, a felkészülés az pedig. Az, a... az sem mindig a kellemes része, amikor az ember eszembe jut, lehet, lehet hogy van, van itt olyan, aki, aki akkor ott volt. Tehát amikor tudod, van olyan, emlékszem az ilyen fú, ö, kilenc éves Ergés kislány ö, megilletődve. Mellette az orosz edzőnője, aki magyarul annyit tud. Ném, igen, ném, talán a kislány. Meg van ijedve. Hát, és akkor mi volt ez a verseny? És akkor ott a fülelem. Még 11 perc. <coughs> Tehát azért, azért, azért valamikor a, a kirak, kirakatban sem olyan kellemes, de hát ezt te is, te is tudod. De igen, szóval visszatérve a kérdésedre, én nem tudom, én nagyon sokat készültem, meg bíbelőttem ezzel. Én szerettem azt a ritmusát, hogy végül is a. Sose ért véget a napom, mert. mert volt, hogy ugye mind, mert ugye ez is olyan, hogy borult, tehát az este kilenckor szólt a szerkesztő, hogy hát sajnos nem jön holnap, mert valami történt, ő majd jövő héten jön, vagy holnap után, és akkor van egy új dolog, és akkor tudod, é. sugógép is, adásmenet, kérdések, neki kell újraállni, tehát ez a soha véget nem érő történet a készülés. De én azt hiszem, hogy többek között azért lettem újságíró, mert engem ez a fajta bizonytalanság is meg kaland, meg az, hogy nem tudod, hogy mi lesz egy óra múlva, ez mindig is érdekelt, meg az ilyen helyzetek megoldása. Alapvetően, meg, a, meg én nem tudom, én szerettem szerettem készülni. Én nekem az a. És ez nem minden. Tehát emlékszem például, volt, akivel mondjuk vitáztam, vagy, vagy, vagy más iskolát, nézetet vallott ebbe a dologba. Én nagyon szerettem uh, alaposan készülni, úgyhogy iszonyatosan sok kérdésem volt és mindig is azt vallottam, uh, talán Ragái Elemérnél olvastam ezt egyszer a, a híres operatőrnél, hogy, hogy tehát hogy ezek, ezek az, hogy az ember felkészül vagy megvan, a, 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 megvan az, hogy mi fog történni, megvannak a kérdéseid, az, az egy kotta, aztán simán lehet, hogy, hogy nem fogod használni, elhajítod, mert egész más irányt vesznek a dolgok, akkor nem szabad hozzá ragaszkodni szerintem, akkor el kell hajítani, de oda mindig vissza lehet térni. Meg, szóval a, nem tudom, tehát szerintem az alapos felkészülés az, 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 az hát ez olyan, mint megtankolni az autót, nem fog menni egy idő után, hogyha nincs benne benya, vagy hát áram most már. Igen, hát uh, szerintem ez egy méltó lezárása volt ennek a, ennek a műsornak. Uh, nyilván még lehetnék nagyon sok mindenről beszélgetni, hogy uh, melyik beszélgetése vagy a legbüszkébb, de, de én azt gondolom, hogy annyit csináltál, hogy talán még választani is nehéz lenne Képtelenség ezek közül. Vali, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, Na, hogy itt voltál. A lehettem. végén, ahogy nyitottad, most veled zárkóztam. Köszönöm, hogy itt adlást. lehettem.